Sziasztok, kedves mesehallgató felnőttek! Na szóval, ahogy akkor ígértem, Mózes. Figyelj, mert nem mondom el kétszer, hol vicceltem. Most lesznek benne bibliai idézetek is, majd ezt észreveszitek, hogy melyik az és melyik nem. Jó? Azzal kezdem. Figyelj! Mózes elmenekült a fáraó elől. Midian földjén állapodott meg, és leült ott egy kútnál. Midian papjának volt 7 leánya. Ezek odajöttek, vizet merítettek, és megtöltötték a vájukat, hogy megitassák apjuk juhait. De pásztorok is jöttek oda, és elkergették őket. Ekkor felállt Mózes, segítségükre sietett, és megitatta juhaikat. Amikor a leányok hazaértek apjukhoz, az megkérdezte, hogy ma ilyen korán megjöttetek? Egy egyiptomi férfi védett meg bennünket a pásztoroktól, felelték. Sőt, még vizet is merített nekünk, és megitatta a juhokat. Akkor ezt mondta a leányainak. Hol van ő most? Miért hagytátok ott azt az embert? Hívjátok ide, és egyék velünk. Mózes úgy döntött, hogy ott marad annál a férfinál, az pedig Mózeshez adta lányát, Cipórát. Az asszony fiút szült, ő pedig Gersomnak nevezte el, mert azt mondta, jövevény lettem idegen földön. Na hát ennek a történetnek az előzménye, hogy miután több száz évvel korábban József révén, aki, mint tudjuk, rabszolgából a fáraó főembere lett, Jákob körülbelül 70 tagú nagy családja letelepedhetett Egyiptomban, majd néhány száz év alatt megsokasodtak és nagy népé lettek, egyszer s mind rabszolgasorba is süllyedtek. Keményen dolgoztatták őket, vályog téglákat kellett készíteniük, és ahogy akkoriban szokás volt, a hajcsárok rendszeresen ütlegelték is őket. Sőt, a fáraó egy olyan kegyetlen rendeletet is kiadott, hogy a közülük született fiúcsecsemőket ne hagyják életben. Attól tartott ugyanis, ha nagyon elszaporodnak, még fellázadhatnak fogvatartóik ellen. A bábák persze igyekeztek nem végrehajtani a kegyetlen parancsot. Az egyik kisfiút az anyja egy fonott kosárba tette, aminek az alját bekente szurokkal, hogy ne merüljön el a vízben, és így tette a Nílusra. Történetesen épp a fáraó lánya vette észre fürdés közben, persze tudta, hogy a rabszolgák közül való lehet a gyerek, de feltámadt benne az anyai ösztön és hazavitte. A Mózes nevet adta neki. Saját gyerekeként nevelte fel, de ő azért tudta, hogy kik közül való, és ennek megfelelően is alakult az identitás tudata. Egy alkalommal, amikor látta, hogy egy egyiptomi rabszolga hajcsár kegyetlenül ütlegel egy népéből való rabszolgát, elöntötte az indulat és agyoncsapta az agresszort. Elvileg csak a bántalmazottak közül voltak az esetnek tanúi, de ez is elég volt ahhoz, hogy Mózes jó okkal érezze veszélyben magát. Ezért menekült el az országból. Úgy tűnik viszont, hogy ott szépen alakult a sorsa. A kútnál való férfi-nő találkozásnak nagy hagyományai vannak a Bibliában. Szerelmek szövődtek, szövetséget köttettek, és komoly teológiai, filozófiai beszélgetést is kialakult már ilyen körülmények között. Mózes és Cippóra találkozása nagyon szívmelengető. Hogy az erős és bátor férfi megvédi az agresszív macsóktól a gyenge és kiszolgáltatott nőket. Mózesnek tehát végre saját családja lett. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Izrael fiai pedig sóhajtoztak és kiáltoztak a szolgaság miatt, és a szolgaság miatti segélykiáltásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten a szövetségre, amelyet Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek. Akkor Mózes visszament Jetróhoz, az apósához, és így szólt hozzá. Szeretnék visszamenni testvéreimhez Egyiptomba, hadd lássam, élnek-e még. Jetró így felelt Mózesnek, menj el békével. Az Úr ugyanis azt mondta Mózesnek Midjánban, menj vissza Egyiptomba, mert meghaltak mindazok az emberek, akik halálra kerestek téged. Ekkor fogta Mózes a feleségét és a fiait, Szamára ültette őket, hogy visszatérjen Egyiptom földjére. No hát az isteni szent szolgálat közbeszólt. Mózes azonban nem gondolta, hogy ennek bármilyen rossz hatása kellene, hogy legyen a családi életére, feleségével és fiaival együtt indult vissza Egyiptomba, természetesen, hogy teljesítse az Úrtól rábízott feladatot. Útközben egy fura epizód azért megsejteti, hogy ez nem lesz egy sétagalopp,
Egyik éjszaka Cippóra arra ébred, hogy maga az Isten akarja elpusztítani a fiát. Valami különös intuíciónak köszönhetően egy éles kővel gyorsan körülmetéli a gyereket, mintha csak ez a kultikus gesztus avatná őket is Ábrahám leszármazottaivá. Jól lehet egyébként, a nép nevét adó Midian maga is Ábrahámtól született, csak nem Sárától, hanem második feleségétől, Ketúrától. Magáról az elválásról nem ad részletesebb tájékoztatás a Szentírás, de a következő szövegrész már nyilvánvalóvá teszi, hogy az Úrnak való szolgálat bizony mégiscsak hatással volt Mózes és családja kapcsolatára, finoman fogalmazva is, némi árnyékot vetett rá. Jetró, Midian papja, Mózes apósa meghallotta mindazt, amit Isten tett Mózessel és népével, Izraellel. Hogyan hozta ki az Úr Izraelt Egyiptomból? Fogta tehát Jetró, Mózes apósa Cippórát, Mózes feleségét, akit az hazaküldött, meg a két fiát. Egyiküket Gersómnak hívták, mert ezt mondta Mózes, jövevény voltam idegenföldön. A másikat Eliézernek nevezte el, mert ezt mondta, atyám Istene segítségemre volt, és megmentett a fáraó fegyverétől. Elment tehát Jetró, Mózes apósa, annak a fiaival és feleségével Mózeshez a pusztába, az Isten hegyéhez, ahol az táborozott. Előre megüzente Mózesnek, én Jetró, az apósod érkezem hozzád a feleségeddel és a két fiával. Ekkor Mózes kiment az apósa elé, leborult előtte, megcsókolta és békességet kívánva egymásnak bementek a sátorba. Mózes elbeszélte apósának mindazt, amit az Úr a fáraóval és Egyiptommal cselekedett Izraelért. Mindazt a sok gyötrelmet is, ami útközben érte őket, de azt is, hogyan mentette meg őket az Úr. És örült Jetró, hogy annyi jót cselekedett az Úr Izraellel, amikor megmentette őket az egyiptomiak kezéből. Azután így szólt Jetró. Áldott az Úr, aki megmentett benneteket az egyiptomiak és a fáraó kezéből, aki megmentette a népet Egyiptom hatalmából. Most már tudom, hogy nagyobb az Úr minden más istennél, és azért történt ez velük, mert kevélyek voltak. Mózes apósa Jetró azután égő áldozatot és véres áldozatot vitt Istennek. Áron és Izrael vénei pedig eljöttek, hogy együtt legyenek Mózes apósával Isten színe előtt. De szép. Elképzelek egy beszélgetést. Anya, ki ez a bácsi? Tudod, ő az apukád. És miért ilyen morcos az arca? Tudod, ő Mózes, aki nagy jelek és csodák kíséretében vezette ki a népét Egyiptomból, a szolgaság házából. Anya, én nem akarok Mózes lenni. Nem baj, kisfiam, te legyél csak Gersóm. Vagy egy másik változat. Szia, apa! Olyan régen találkoztunk már, hol voltál? Tudod, fiam, én vagyok Mózes, aki nagy jelek és csodák kíséretében kihoztam a népemet Egyiptomból, a szolgaság házából. És akkor ezért nem volt időd ránk meg a nyára? Ezért küldtél vissza minket nagyapához? Igen, fiam. Apa, én nem szeretnék olyan lenni, mint te, hanem ha nekem családom lesz, akkor a gyerekeimmel szeretnék játszani, amíg csak lehet. Azt bizony jól teszed, fiam. Sziasztok! Majd legközelebb is valami, csak hogy egy picit érzékenyülten. Hello, hello, legyetek jók!